Színes lufik és nyuszikat ábrázoló molinók is jelzik, hogy valami készül a tűztorony játszóházban és annak udvarán. A játékokat már sorba rendezték, a belső dekorációk is a helyére kerültek, így minden készen áll, hogy március 29-én gyermekek zsivajától legyen hangos az épület. Már tavaly is szerveztek húsvéti programot, de azt ígérik, az idei minden eddiginél sokszínűbb lesz. Idén nagyobbat álmodtunk. Lesz pónilovaglás, ami újdonság lesz, lesz csokikeresés, lesz tojáskeresés is, nyitva lesz a tűzoltó múzeum, katasztrófavédelem, tűzoltó autókkal kijön és felmászhatnak a gyermekekre, lesz VR szemüveg, amit ki lehet ingyenesen próbálni, körhintánk is lesz, és mini hullámvasutat is, abban is szolgálunk a gyerekeknek. A Dobó István Vármúzeumban nagypéntektől húsvét hétfőig tart a programkavalkád. A szokásos tárlatvezetések mellett hagyományőrző és életmód bemutatókat tartanak, de megrendezik a bornemisszai jászversenyt is. Az ünnepkört hímes tojás készítéssel és húsvéti játékokkal színesítik. Itt készül éppen a nyúlüreg a szombati rendezvényünkre, ami a Nyuszi útnak lesz az egyik állomása, ide is bejöhetnek majd a gyerekek, és egy fantasztikus díszletben találhatják magukat, illetve meglepetés vendégekkel is találkozhatnak majd ide bent. A Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház sem tétlenkedik, húsvéti nyuszi parádét rendeznek. A nyúlbarlang mellett itt sem maradhat el a tojásfestés, de lesz tapsifutam, nyuszi-muszi diszkó és kisállatsimogató is. Alapvetően a gyerekek nagyon szeretik ugye az állatokat, és mi is szeretnénk közelebb hozni, illetve a felelős állattartásra is felhívni a gyerekek figyelmét ezzel kapcsolatban, hogy nem feltétlenül jó az, hogyha nyuszit vesznek otthonra húsvétre a szülők a gyerekeknek, hanem el tudnak jönni ilyen programokra, és akkor itt találkozhatnak élőben a gyerekek a kis kedvenceikkel. Az esemény március 30-án szombaton 10 órakor kezdődik.